COVID-járvány feledősödése arra készített minket, hogy szigorúbb intézkedéseket hozzunk, mondta Appelszofer Ágnes polgármester. Ennek következtében megváltozik a hivatali ügyintézés rendje. Jegyzőasszonnyal úgy döntöttünk, hogy minimálisra csökkentenénk az ügyfélforgalmat. Ez azt jelenti, hogy elektronikusan, ügyfélkapunk keresztül, e-mailbe, telefonon, nyilván mindenkinek a rendelkezésére állnak a kollégák. Halaszthatatlan esetben be lehet jönni a hivatalba, be kell csöngetni a kaputelefonon, és az ügyintéző vagy kimegy, vagy beengedi az ügyfeleket. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket nem lehet sehogy máshogy elintézni, ilyen például a házasságkötés, vagy a hagyatéki ügy, vagy egyik más ügyekben is. Viszont akkor azt kérem, hogy csak egyedül az ügyfél, ne gyerekekkel jöjjenek be, tehát mindenki, hogyha mégiscsak elengedhetetlen az, hogy személyesen folyjon az ügyfélfogadás itt a hivatalban, akkor be lehet jönni maszkban és kizárólag egyedül. A tavalyihoz megszokott módon az űrlapok jelentős része kint az előtérben megtalálható, tollat biztosítunk, van egy kis asztal, szék, tehát akár itt helyben, akár otthon ki tudják az adatlapokat tölteni, és az előtérben elhelyezett ládába be tudják dobni az ügyfelek. Ezek minden nap ürítésre kerülnek, tehát nem állnak ott napokig, hetekig ezek az űrlapok. Tehát igyekszünk mi gördülékenyé tenni, de még egyszer mondom, hogy a kollégák és az ide érkező ügyfelek egészségének megóvása érdekében született ez a döntés. A polgármesteri hivatal állományának nem, de a városi intézményekben dolgozók számára Appelszofer Ágnes kötelezővé tette a védőoltást. Felkértem az intézményvezetőket arra, hogy mérjék fel, hogy a dolgozók hány százaléka oltott, és mérlegelve ezt, illetve azt, hogy mennyien látogatják ezeket az intézményeket, ez alapján döntöttem úgy, hogy a Tolnai Kulturális Központban és a Vosinszky Mór óvodában dolgozóknak kötelezővé teszem a védőoltást. Az utolsó csepp a pohárba, hogy így mondjam, az volt, hogy éppen a mai naptól került egy óvodai csoport karanténba, éppen az miatt, mert egy dolgozó lett koronavírusos. Én azt gondolom, hogy ezek azok a létesítmények, ahol valóban nagyon sok, hát részben ügyfél a kulturális központban, részben pedig gyerek és szülő az óvodában olyan nagy számmal érintkezik a dolgozókkal, hogy felelőtlenség volna, hogyha ott nem tenném kötelezővé a beoltást. Egyébként szinte 80% fölötti mindenhol, tehát csupán néhány emberről van szó. Az intézmény vezetők, én remélem, hogy meg tudják győzni az ott dolgozókat. Az önkormányzati testület legutóbbi ülésén a képviselők úgy döntöttek, újabb segítséget nyújtanak azoknak a családoknak, akiknél felsőoktatásban tanuló gyermek van. Az elmúlt időszakban egy pályázat nyújtott lehetőséget arra, hogy egy nagyobb összeggel támogassuk az egyetemi hallgatókat. Ez a pályázat kifutott, de most mégis úgy láttuk, illetve én úgy láttam az előterjesztő, hogy én voltam ennek a határozatnak, vagy ennek a döntésnek, hogy van a költségvetésünkben arra forrás, hogy a jól, tehát most a kifejezetten jól teljesítő egyetemi hallgatókról beszélek, tehát hogy őket anyagilag támogatni tudjuk. A felhívást a honlapon és a Facebookon közzétettük. Még egyszer mondom, hogy itt a nagyon jó tanulókról van szó, tehát bőven a 4-es feletti átlagokról beszélünk. Nincs maximál, tehát a 2 millió forint az a keret, amit az önkormányzat fel fog osztani, nincs minimális és maximális támogatási összeg. Nyilván a beérkezett kérelmek számától, illetve hát a kérelmek elbírálása során azért lesz egy szempontrendszer, hogy két fajta támogatási forma van. Az egyik az, hogy aki jól tanul és szociálisan rászorult. Itt egy picit alacsonyabb a teljesítmény elvárás. A másiknál pedig nem kell, hogy szociálisan rászorult legyen, hogyha valaki jól tanult, jól teljesített az egyetemen, akkor őt is támogatni tudjuk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 2 millió forintos keretösszeg jól felhasználható, mondta Appelszofer Ágnes. Az elmúlt években volt olyan pályázó, aki 100 000 forint feletti támogatási összegben részesült, ami jelentős segítség a családok számára.